Molnár Levente szobrászművész szenvedélyes figurális alkotásaival vált ismertté. Levente, miért választottad a szobrászatot? Hogyan kezdődött a karriered? Már gyerekkorban észrevettem azt, hogy én nagyon szeretek tárgyakat alkotni, de amikor az iskolába kerültem és volt különféle oktatás, akkor én alapvetően grafikusnak szerettem volna menni, annak tanulni, de összetalálkoztam egy nagyon karakán szobrász hölgyel, aki így rákérdezett, hogy de hogy is lehetnék én grafikus, hát miért nem lehetek, lennék én mondjuk szobrász, és miért nem foglalkozom ezzel. És amikor kipróbáltam, akkor rájöttem arra, hogy sokkal könnyebben, gyorsabban tudok elmondani valamit, létrehozni valamit, mint a grafikákban, és azt hiszem, hogy így indult a nagy szerelem a tárgyalkotás irányába. A szobrai nagyon sokfélék, de mégis nagyon jellegzetes stílusjegyekkel vannak ellátva. Mikor alakult ki az alkotói hangod? Alkotói hangom az még most is alakulóban van, de nagyon sok olyan például szimbólum elemre találtam rá, vagy alkottam meg a saját alkotói világomba, amivel ki tudom magam fejezni, és ez igazából folyamatosan alakul. A szárnyas alakjaidon keresztül, amik lehetnek nők vagy férfiak, nagyon sokféle üzenetet tudsz kommunikálni. Mi ez a szimbólumrendszer, ami rád jellemző, illetve mit jelent számodra a szenvedély, ami nagyon-nagyon intenzíven benne van a munkáidban? A szárny az nálam egy mindig visszatérő motívum, egy szimbólum. Ezek a szárnyak inkább a léleknek a szabadságvágyát fejezik ki, azt, hogy hogyan akar valaki akár a saját testéből kiemelkedni, vagy a hétköznapi helyzetéből. Például ez a szárny dolog, ez tetten érhető legújabb munkámban is, amit a feleségemnek készítettem. Ez két alakot ábrázol. A férfi az egy ilyen épületszerű, jelzésértékű tárgyon áll, és a nő az pedig hátulról átöleli, és a női alaknak szárnya van. Ez számomra azt jelenti, hogy a párom az én sokszor nehéz természetemet az ő szárnyaival emeli a magasba, és tesz engem szabaddá. Vannak a kortárs művészetnek bizonyos ágai, amik talán könnyebben megtalálják az utat a gyűjtők szívéhez, azokhoz az emberekhez, akik szeretnének birtokolni egy-egy ilyen darabot. Hol helyezkedik el ezen az úton a szobrászat? Úgy veszem észre, igazából ez saját tapasztalat, hogy azok az emberek, akik műalkotásra vágynak, azok elsősorban inkább a festményekben gondolkodnak, viszont úgy látom, hogy az egyre szakmaibb és egyre jobb művészeti galériák, akik a kortárs művészetet felvállalják és közvetítik, azok elég nagy segítségére vannak a szobrászoknak, hogy az ő alkotásaik is megtalálják a helyüket a világban. Milyen egy jó szobor szerinted, ami egyértelmű, vagy ami elkezdi mozgatni a gondolatainkat? Úgy gondolom, hogy ez beállítottságtól függ. Alapvetően én egy olyan alkotónak tartom magam, aki mindenképpen szeretne mondani valamit az embereknek, a közönségének, és ezáltal az én szobraim igen beszédesek. De nyilván azoknak a munkáknak is van létjogosultsága, amit önmagáért való szobroknak vagy műalkotásoknak tekintenek a nézők is és az alkotó is. Én inkább mondani szeretek valamit, így szeretem a hangomat hallatni. Rovatunk támogatója az MKB Bank.